aki világosan kimondja, hogy a művészet közvetlen oka az Isten. Hiszen ő maga a nagybetűben írt igaz, szép és jó, az abszolút alkotó, az abszolút teremtő. Amit, akit a művész művészetében megsejtett. Másrészt pedig ő az, aki az embereknek ajándékozza azt a képességet, hogy lelki, szellemi és alkotásra teremtett művészek személyével felfedezze és megismerje ezt az igazat, szépet és jót, még akkor is ez a megismerés földéletünk során csak töredékes. De miért is tartunk kiemelni, fontosnak tartom ezt fontosnak kiemelni mindezt? Miért szükséges a művészeteknek, különösen a szent művészeteknek, összmagyar és Kárpát-medencei ünnepet szentelni? Azért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy tudatosítsuk magunkban, a művészetben találkozott önmagunk, embertársaink és az isteni szféra mélyebb megismerése. Szeretete az emberhez, az emberhezséghez vezető irányis, teremtőből eredő és hozzá visszatérő vertikális út. Azt mondhatjuk, minden művészet egy személyes kereszt megcélpontja, egyedi, megismételhetetlen odaajándékozottsága és teremtő gazdasága. Ez csak is akkor válhat életővé, ha szemünket felemelve azt keressük, ami odafent van, hiszen az igazi művészet felső, transzcendentális értékeket vezeti. És itt visszatérek a szervezők nemes szándékok felénk a gondolatához, akik a reményeleit felmutatják a kultúránkban, és ezt szeretnék felmutatni a Szakrális Művészeti Fesztivál segítségével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én hiszem, hogy csak akkor van remény a magyar kultúra és a nemzeti közösség megújulására és megújulására, ha felfelé tekintve felfedezi a szent művészet által közvetített szent tartalmat, a gondolatainak, szavainak és tetteinek alapja, kezdete és vége, a nagybetűvel írt feltételnékű szeretet. Hiszen, hogy amikor a nemzet besétál a művészetek tárt kapuján, már nem csak éli és élteti a remény birodalmát, hanem személyesen és közösségben tanulmányt tesz arról, hogy hová tart. Úgy érzem, ezt a közösséget értették meg a következő napokon a művészek és szerető közönség, akik egységben a bizonyosság jelei a világon arra, hogy fölfelé tekintenek, az Isten jegyében élnek. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elmondatához függően felelősséggel és hűséggel kíván viselkedni a teremtő végtelen mindenkező szent művek iránt. Amikor az Istennek az ember iránti őt rendkívül tehetséggel megáldó hűségét nap mint nap tapasztaljuk, akkor egyetlen lehetséges válaszunk lehet erre a talentumainkkal való felelős gazdálkodás. Az Isten a teremtéskor az emberekre a Földet, akkor ránk magyarokra minden bizonnyal állítható a Kárpát-medencét bízta. Ezért mindannyiunk közös feladata, hogy szolgáljuk, gyarapítsuk, óvjuk és adjuk át gyermekeinknek, unokáinknak, őseink szállásterületét, a Kárpát-medencét, annak minden kincsével, minden szépségével, jóságával, igazságával, hagyományával, megszentettségével és művészeti örökségével. Hisszük, hogy a keresztény nemzeti megújulási gyarapodás a Kárpát-medencei egység kiengesztelődés megteremtésének és a magyarság felemelkedésének záloga nem csak gazdaság és tudományos kérdés, hanem mindenek előtt művészi jellegű, azaz lelki és szellemi feladat. Így ha a szakrális művészet ereje minél több ajtót és szívet megnyit a gondviselés irányába, annál szilárdabb lesz hitében nemzetünk. És tudjuk, hogy a hit hegyeket képes megmozgatni. Kívánom mindannyiunknak, hogy ebben a cselekvőkünkben erősödjünk meg az asztalta színvonalas programja során a következő napokban. Adja Isten, hogy így legyen. Ti vagytok a világ világossága. Isten áldja is meg és segítse Önöket a Magyar Apostoli
királyi nemzetet, a Kárpát-medence valamennyi nemzetét. Köszönöm, hogy tisztelt.